A Városháza dísztermében tartott Magyar Kultúra napi ünnepségen részt vett F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, Huba Imre, a Jászhegy Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke, Szepesi Tibor polgármester, Sári Kovács Szilvia alpolgármester, Rózsa Sándor jegyző és Szele Király Andrea, a karcagi járási hivatal vezetője is. A megjelent vendégeket Szepesi Tibor Karcagváros önkormányzatának polgármestere köszöntötte, ezt követően ünnepi beszédet mondott. Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázslatos rendhagyás. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme, vallja Márai Sándor. 1823-ban, ahogy hallottuk a bevezetőben is, e napon fejezte be a Szatmárcsekei szoba csendjében az akkor 33 éves Kölcsey Ferenc a himnusz megírását, mely Erkel Ferenc zenéjével valódi magyar himnusszá vált, s legyünk bárhol a világon, összeköt bennünket. Egyetlen magyar ember sem hagy érintetlenül, tiszteletet adunk neki, és ezt másoktól is megköveteljük. A magyarság himnusza az évszázadokon át szorongatott, kétségbeesett nép közben járó imádsága, ami megtartó Istenünkhöz. Nemzeti imádságunk születésnapját, január 22-ét legújabb kori történelmünk avatta a Magyar Kultúra napjává, amely jelzőjét és minősítését adhatja a létünknek arról, mely megkülönböztet bennünket más népektől, mely felhívja a figyelmet tárgyi és szellemi értékeinkre. A mű összefoglalja Kölcsey lelki alkatának magas erkölcsiségének követelményeit. Elsőként Isten áldását és a szüleink iránti hálát említi, majd pedig a hazaszeretetet. A hazaszeretet életformát jelentett nála. Erkölcsi kötöttségeket kereső lelke megállapodott a hazaszeretet mindennapi gyakorlásában, ebben találta meg az emberi kötelesség teljesítését, ahogyan írja is, Isten egy szívnek egy kebelt teremte, így egy embernek egy hazát. Már akkor, a reformkorban Kölcseyék a magyarságtudat erősítésének legfontosabb eszközeként a magyar nyelv ügyét tartották. Felismerték, hogy magyar kultúra nem létezhet magyar nyelv nélkül. A nyelvünk a legnagyobb nemzeti kincsünk, mely vagyoni, társadalmi helyzetünktől, lakóhelyünktől függetlenül a miénk, magyaroké. Az a tény, hogy anyanyelvem magyar és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható, szögezte le Kosztolányi. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A kultúra, melynek rengeteg ágát, formáját és alformáját ismerjük, legyen az művészet, egészség, sport, étkezés, lakás, közlekedés, munka, jogi, politikai, viselkedés, és még sorolhatnám, tehát a kultúra életünk mintázata, amely szerint mindennapjainkat éljük, mely megkülönböztet bennünket más népektől, őrzi egyediségünket, őrzi magyarságunkat. A magyar kultúra tehát bennünk van, benne van mindennapjainkban. Ezért is fontos számukra itt Karcagon, hogy az igényes kultúra otthonra lejjen városunkban. A kultúrára áldozni kell, elsősorban anyagi erőforrásokat. Karcagváros önkormányzata, ahogyan az előző években is, sokat áldozott a kultúrára, a kultúra támogatására. A mögöttünk hagyott időszakban nem csak az intézményrendszer fenntartására, úgy mint kulturális központ, könyvtár, múzeum, tájház, fazekasház, hanem azok folyamatos fejlesztésére is figyelmet fordítottunk. Új közösségi művelődési terekkel gazdagodott településünk, hiszen átadásra került a Rónai Malom épülete, birtokba vettük barnamezős beruházás keretében az Erzsébet-ligeti parkot, játszótérrel, sport és szabadidős lehetőségekkel. Újra rendezvénytérként funkcionál a Szélmalmi Fogadóház épülete, udvara, és kényelmesen látogathatóvá vált a város egyik legnagyobb kulturális öröksége, a Zádorhíd. Hamarosan átadásra kerül legnagyobb kulturális beruházásunk, a Sámándob, majd a Ligetúti Sportkomplexum, és nem sokára elkezdődik az új fürdőmedence építése is.
Mindemellett a rendezvények szervezésével, a szervezők támogatásával mutattuk meg országnak, világnak, hogy milyen értékteremtő munka is folyik Karcagon. Többek között így valósítottuk meg a huszártalálkozót, a néptáncgálát, a kolbászízesítő és keltészták versenyét, a birkafőző vagy a pálinka fesztivált, a kiskert programokat, a kun hagyományokra is épülő népi játszótér programokat, a magyar nóta, a népdal rendezvényeket, megmutattuk a csipke, hímző, fafaragó és kerámikus mesterségeket. Vers, mese és prózamondó versenyeket, kiállításokat, konferenciákat szerveztünk. A kultúrára áldozni kell. De nem csak a hétköznapi értelemben vett módon, hanem attól sokkal nem csak a hétköznapi értelemben vett módon, hanem annál sokkal inkább belülről. Magunkból, szívünkből, lelkünkből. Időt és energiát. Hiszen idős energia kell ahhoz, hogy esti meseként magyar népmesét olvassunk gyermekünknek, hogy népdalt vagy magyar nótánt énekeljünk együtt, hogy magyar költők verseit szavaljuk, hogy magyar népi játékokat játszunk együtt. Idő és energia kell ahhoz, hogy kiállításokra, múzeumokba menjünk, hogy együtt éljük meg gyermekeinkkel közösen mindazt, melyet nagyszüleinktől, az előttünk járó nemzedékektől kaptunk. Ahhoz azonban, hogy mindezt meg tudjuk valósítani, kellenek azok a művészek, tudósok, pedagógusok, kulturális szakemberek, akik intézményeinkben, civil szervezeteinkben a kultúra őreiként tevékenykednek. Ők azok, akik a kultúra ápolásával és újrateremtésével a legtöbbet teszik azért, hogy a jövőben is magyar módon tudjunk cselekedni, hogy le tudjuk küzdeni az új kihívásokat, hogy a régi értékeket megtartva új értékeket tudjunk teremteni, majd a következő generáció számára átadni. Köszönöm elhivatottságukat, mindennapi helytállásukat és erőfeszítéseiket, melyet annak érdekében tesznek, hogy egyre többen éljék meg hagyományainkat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A magyar kultúra igazi tartalmát tehát a művészetek, az irodalom, a történelem, a múltunk és hagyományaink mellett magyarságtudatunk, értékeink és emberségünk adja. Mi magyarok, itt Karcagon szerte a világban, büszkék lehetünk több mint 1000 éves hagyományainkra, mert van miből merítenünk, hisz gazdag örökséget hagytak ránk, melyel megmaradásunk érdekében jól kell tudnunk gazdálkodni. Ahogyan Klebersberg Kuno írja, a kultúra nem olyan kincs, amelyet puszta őrzéssel meg lehet tartani. A művelődést minden egyes nemzedéknek verejtékes munkával kell újra és újra kiküzdenie. Ma, amikor a nemzetállamok létjogosultságát is megkérdőjelezik, különösen fontos, hogy megőrizzük anyanyelvünket, megéljük hagyományainkat, hogy tápláljuk magyarságunk tüzét, mert jellegzetes magyar kultúránk nélkül elveszünk, megszűnik egyediségünk, beolvadunk. Isten, áld meg a magyart, szól nemzeti imánk a himnusz kezdő sora. Kölcsei Isten áldását kérte a magyarságra, és ahhoz, hogy méltók legyünk ezen áldásra, kötelességünk megismerni saját kultúránkat, megélni és továbbadni azt, hiszen aki ősei hagyományát élteti és továbbadja, az egész nemzetének tesz szolgálatot. Az ünnepi beszéd után a Pesti Zenész Színpad előadásában a Dalok Vallomása című zenés irodalmi estet tekinthették meg a megjelentek. Elindultam szép hazámból, híres kis Magyarországból. Visszanéztem fél utamból, szememből a könyv. Visszanéztem fél utamból, szemem.
1993 óta a Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezett ünnepségek keretében tüntetik ki a pedagógusokat. Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestületének döntése értelmében 2017-től a Karcagváros kultúrájáért és a Karcagváros sportjáért kitüntető díjak átadására is e jeles nap tiszteletére szervezett ünnepség keretében kerül sor. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a Karcagváros kultúrájáért díjat a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő oktató munka elismeréseként Ferenci Péter Tamásnénak, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum óvoda tanítójának és a Karcagi Református Gyülekezet Szolak Grácia vezetőjének adományozta. A díjat Szepesi Tibor polgármester adta át részére. A kitüntetettet az intézmény nevében Földváriné Simon Ilona Anna igazgatóasszony köszöntötte. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a Karcagváros kultúrájáért díjat a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő oktató munka elismeréseként Szabó Péterné, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár könyvtáros tanárának adományozta. A kitüntetést Szepesi Tibor polgármester adta át. A kitüntetettet az intézmény részéről köszöntötte Kunnénánási Mónika, megbízott intézményvezető és Fülöp Ilona könyvtáros csoportvezető. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a város működése, művészeti élete érdekében végzett kimagasló munkájának elismeréseként a Karcagváros kultúrájáért díjat Kabai László művésztanár részére adományozta. A kitüntetést Szepesi Tibor polgármester adta át, a kitüntetettet köszöntötte Gyurcsek János alpolgármester. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a Karcagváros kultúrájáért díjat a város érdekében végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként Mulic Zoltánnak, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár közművelődési és közönségkapcsolati szakemberének adományozta. A kitüntetést Szepesi Tibor polgármester adta át. A kitüntetettet az intézmény részéről köszöntötte Kunnénánási Mónika, megbízott intézményvezető és Sótiné Szatmári Dóra intézményvezető helyettes. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a Karcagváros sportjáért díjat Keserű Sándornak, a Karcagi Sportegyesület úszó szakedzőjének adományozta. A kitüntetést Szepesi Tibor polgármester adta át. A kitüntetettet az egyesület részéről Orosz István edző köszöntötte. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a Karcagváros sportjáért díjat Nagyné Sütő Mariannak, a Karcagi Kovács Mihály Általános Iskola testnevelő tanárának, a Sütő Kézisuli edzőjének adományozta. A kitüntetést Szepesi Tibor polgármester adta át. A kitüntetettet az intézmény részéről köszöntötte Kisné Sós Ágnes, a Karcagi Tankörleti Központ szakmai igazgató helyettese és Szentesiné Nánási Tünde igazgató. A Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett ünnepség a szózat eléneklésével ért véget. Zongorán kísért Koppány Mária előadó művész.